már szinte teljesen felhúzták az új Mária Pulcsi bölcsöde falait, de azért még bőven van, mint dolgozniuk a szakembereknek. A munkálatok a tervek szerint szeptember 30-án befejeződnek, és így fog kinézni az a bölcsőde, amit a gyerekek birtokba vehetnek. A létesítmény két csoportos, 24 férőhelyes lesz, és illeszkedik majd az azt körülvevő, modern környezetbe. Ez a tér azonban nem volt mindig ilyen, 15 évvel ezelőtt a hamarosan elkészülő bölcsőde helyén még egy pajta állt. Ez egy falusi képet adott a bazilika környéke, azonban egy évtized óta rengeteget változott. Ugye kiépültek a zarándokházak, összesen három, megújult a nővérek szeretett otthona, új épületbe költözött a polgármesteri hivatal, járási hivatalnak kormányablaka nyílt, és megújult a római katolikus templom. Tehát az egész tér egy kisvárosi arculatot öltött. A közel 380 millió forintos, toppos forrásból megépülő bölcsőde egyszerre szolgálja a helyi gyermekek napközbeni ellátásának férőhely szemnövelését, a magas színvonalú szolgáltatást és a munkahelyteremtést is. Az intézmény hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. Erről Fülöp Attila, szociális ügyekért felelős államtitkár beszélt a bölcsőde ünnepélyes, jelképes alapkőletételén. Minden bölcsőde létesítése, minden bölcsőde alapkőletétele az a jövőnkről, a biztonságunkról szól. Azért itt mégiscsak magyar gyermekek, Mária Pulcsi gyermekek felnevelkedéséről van szó, akiknek a felnevelkedésén múlik majd a családok jövője, ami múlik a nemzet jövője, és azt látjuk, hogy ebben az időszakban, ebben a korszakban a biztonságunk meg pláne fontos. Ebben, hogy szerepet tud vállalni a nyíregyházi egyházmegye, az meg egy olyan közösségteremtő erőt, egy olyan közösség megszilárdító erőt tud mindenhez hozzátenni, amihez a magyar közösségnek, a magyar nemzetnek nagy szüksége van. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt szerencsés egybeállás van a csillagzatnak, hogy ebben a választókeletben is számos olyan infrastruktúrális fejlesztés van, amiben bölcsőde létesítésből, bölcsőde építéséből gyermekek és családok fognak erősödni. A Mária Pulcsi iskola és óvoda szomszédságában tavaly szeptemberben kezdődtek az új görögkatolikus bölcsőde építési munkálatai. Így, ha elkészül, egy komplex oktatási nevelési központ alakul ki a városban.